Ezek egyszerű, falba beépíthető kandallók. Ezeket a készülékeket már 100 és 200 ezer forintos áron meg lehet vásárolni. Ez a zöld kandalló viszont már több 100 ezer forintba is kerülhet. Ezt a nyíregyházi kereskedés is megrohanták a vásárlók, miután a rezsiváltozásokat bejelentették. Pár nap alatt elfogytak a szabadon álló kandallók és a beépíthető tűztérbetétek. Elég nagy kihívást jelent most ezeknek a kiürült készleteknek a pótlása, mivel egyes esetekben ezen termékek beszerzésének átfutási ideje nagyon megnövekedett, egy bizonyos típusoknál akár a 2-4 hónapot is eléri. A korábbi időszakokhoz képest nagyon megnövekedett a cserépkályha építése iránti kereslet is, viszont itt is nagy gondban vagyunk a cserépkályha építéséhez szükséges csempék beszerzésével. Itt szintén a megnövekedett igények miatt a gyártók a csempe gyártás idejét 4 és 6 hónapban jelölik meg, tehát ennyi idő alatt készül el a megrendelt csempe. A kandallókat nem csak megvásárolni kell, hanem szakszerűen bekötni a kéménybe. Ezt nem érdemes házilag megoldani, minden esetben szakember segítségét kell kérni. Elsősorban a kéményt meg kell vizsgálni, főleg ha hosszú évek óta nem volt használva az a kémény, akár madár beleesett, vagy valami koszolódás van, vagy beesett a tégla, és akkor már ugye nem fog tudni megfelelően működni a készülék. És hát ugye mindenképpen a kályha mér, a kémény méret nagyon fontos, mert a kis kéményben nem lehet nagy üveges készüléket bekötni, mert akkor vissza fog füstölni, tehát nem fog tudni megfelelően működni az a készülék. Minden esetben szakember segítségét kérném. Érdemes időben elhatározni, hogy beépíti az ingatlan tulajdonos kandallót, egy-egy készülékért több hónapot, legrosszabb esetben akár fél évet is várni kell a megnövekedett kereslet miatt.